Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Minden új nap veled kezdődik el, megtöltöd szívem kincseiddel. Mondhatjuk mi is, és minden hetet veled kezdhetünk, veled zárhatunk. Olyan jó tudni, hogy te vagy a kezdet és a vég, az alfa és az omega, az első és az utolsó. Köszönjük, hogy arra hívtál el, hogy veled szeretett szövetségben legyünk, közösségben lehessünk, mert ezt te megengeded. Kérünk Istenünk, hogy te növeld a mi hitünket, a bőjt idején is, akkor is, amikor talán kétségeink vannak, szomorúság, gyász vagy veszteség ér bennünket. Kérünk, hogy mutass utat, hogy a jó úton járhassunk, add, hogy ne csak meglássuk ezt, hanem lépésről lépésre hozzád kerüljünk közelebb. Így kérünk, tisztítsd meg a szívünket, tisztítsd meg a gondolatainkat. Szentlélek Isten, téged hívunk és kérünk, légy közöttünk. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, a János írása szerinti evangélium 10. részéből, a 11. verstől a 27. versig a következőképpen. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki. Feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, ennek a történetnek ez a közepe. Úgy belecsaptunk a közepébe, az előzményről pedig tudjuk azt nagyon jól, hogy Jézus mennyire ismeri ezt a családot. Márta, Mária és Lázár, testvérek, akikről azt olvassuk, hogy szereti őket. Többször is járt náluk, tanított a házukba, ismeri őket, szereti őket, és azt is tudjuk, hogy hisznek benne. Mária volt az, aki odaült Jézus lábához és hallgatta, miközben Márta azt kérdi az Úr Jézustól, hogy hát miért nem szólsz a testvéremnek, hogy jöjjön, segítsen, itt mindenféle dolog van, amit el kellene végezni, és azt mondja neki, hogy Márta sok mindenért aggódsz és fáradozol, pedig csak kevés a szükséges, valójában csak egy. Mária pedig a jobbik részt választotta. És akkor, amikor Jézus elmegy Jeruzsálemből, elmegy arról a vidékről, ahol meg akarják kövezni, meg akarják ölni, akkor szólnak neki, hogy ott Jeruzsálem mellett a Betániában, akit szeret, Lázár az beteg. És Jézus noha ellenkező irányba megy, nem fordul vissza. Megáll. Van olyan, hogy Isten megáll, és nem azonnal jön, amikor hívjuk. Még ott marad 2 napig azon a helyen, és vár. A hitnek a 3-as böjtjét látjuk ebben a történetben. Az első az az, amikor is jelentik Istennek, hogy akit szeretsz, az beteg. Hogy is van ez? Az is lehet beteg, akit szeret az Isten? Annak is lehet problémája, nehézsége, aki közel van az Úr Jézushoz? Igen, a hit böjtje első lépésben az, hogy a hívő embert is érhetik rossz dolgok.
mert Istennek ezzel is célja és terve van. Mert hogy a megtérés az nem egyenlő a probléma mentességgel. A megtérés nem egyenlő azzal, hogy akkor már nem lesznek nehézségek, vagy próbák, vagy kereszt, amit cipelni kell. A jó hír az, hogy az Úr Jézus akkor is szeret, ha beteg vagy. Akkor is szeretsz, ha dumálsz az Isten tisztelet alatt, és nem figyelsz a prédikációra, Leila. És most se figyel még, Leila. Az Úr Jézus akkor is szeret bennünket, amikor esetleg mi nem figyelünk rá. Vagy éppen nem látjuk. Sok minden lehet, ami akadályozza a látásunkat. Lehet, hogy beállt valaki vagy valami a képbe. Lehet, hogy elhomályosult a kép, nem látunk tisztán, talán a könnyektől, vagy más egyébtől, mert fájdalom van. A hit böjtje, hogy ekkor is tudok-e bízni benne. Jézus visszafordul, és megérkezik, de akkor már késő. Addigra már negyedik napja eltemetik Lázárt, meghalt. És amikor találkozik Mártával, akkor meg is kapja a szemrehányást. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ebben az van benne, hogy Uram, miért nem jöttél korábban? Miért nem gyógyítottad meg? Hogyha meg tudtad gyógyítani a kapernaumi századosnak a gyermekét távgyógyítással, akkor Lázárt miért nem? Uram, ha itt lettél volna, akkor nem történik ez. És sokan így vannak Istennel, hogy Uram, ha te igazán szeretnél, akkor nem betegedtem volna meg. Akkor nem halt volna meg valaki, aki közel áll hozzám, a házastársam, az édesanyám, édesapám, vagy a testvérem, vagy a gyermekem. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem kaptam volna a rossz jegyet. Uram, ha itt lettél volna, akkor jobban sikerül a központi. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem megy tönkre az a házasság, vagy az a család, és lehetne sorolni. Uram, miért nem voltál itt? Ez is a hit bőjtje. Uram, nem voltál itt időben. Van olyan, amikor Isten vár. És azt vizsgálja, hogy ekkor is tudunk-e bízni benne. A hit bőtje, amikor rá tudok úgy hagyatkozni, hogy tudom, hogy ezzel valami terved, valami célod van. És el is mondja ezt Márta. Amikor azt mondja neki Jézus, hogy feltámadod a testvéred, akkor azt mondja, hogy tudom, hogy feltámad az utolsó napon. Az a baj, hogy Márta a földi dolgokra koncentrál még mindig, és nem a mennyeire. Hogy nem csak majd egyszer lesz egy mennyország valahol, hanem az örök élet már itt a földön elkezdődik. És arra készülünk fel a földi életbe, hogy hol fogjuk tölteni az örökké valóságot. Azt mondja az Úr Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki én bennem hisz, nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? És ezt a kérdést neked is felteszi. Csak itt a földi életben hiszel Jézusban? Vagy hiszed azt, hogy van tovább? Hogy ő általa van örök élet, bűnbocsánat és feltámadás? Hogy nem annyi az élet, mint amit itt a földön látunk, hanem sokkal több. Hiszed-e ezt? Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki benne hisz, az nem hal meg soha. Az az igazság, az se hal meg soha, aki nem hisz benne. Pintér Béla ezt úgy énekli, hogy örökké fogsz élni, de nem mindegy, hogy hol. A Szentírás alapján vagy a mennyek országába, vagy a pokolba. És itt a földön dől el az, hogy hiszel-e az Úr Jézus Krisztusban. Márta egy nagyon szép hitvallást mond ezután, aminek a lényege az, hogy te vagy a messiás. Te vagy az, akit vártunk, te vagy az Isten fia, te vagy a Krisztus. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy rád bízom, Uram, a dolgaimat. Ez a hitnek a harmadik böjtje. Amikor ki tudom azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod. És nem az enyém. Amikor el tudom engedni a terveimet, a vágyaimat, az álmaimat, és merem Isten kezébe tenni mindazt, ami lehet, hogy eddig fontosabb volt. A karriert, a családot, a jövőt, a boldogulást. És rá tudok hagyatkozni. A hit hármas bölcse tehát,
hogy a hívő embernek is lehet baja, hogy Isten olykor megvárakoztat, és hogy ne az, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, a bőjt nehéz, főleg ha lelkileg kell bőjtölni. Amikor nem értünk téged, amikor késlekedsz, amikor olyan dolgok történnek, amit azt gondoltuk volna, hogy hívő emberre nem eshetnek, és amikor el kell engedni a saját akaratunkat. Köszönjük, hogy te ekkor is szeretsz bennünket. Akkor is, ha betegek vagyunk, akkor is, ha elrontunk valamit, akkor is, amikor megbántunk téged, csak ilyenkor szomorúan szeretsz. Olyan jó lenne, hogyha örömmel tudnál szeretni, mert gyönyörködsz bennünk. Szeretnénk olyan életet élni, ami kedves neked, amire azt mondod majd, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kérünk, segíts erre bennünket ezen a héten. Hadd legyen a mi bőjtölésünk neked kedves, előtted való, nem az embereknek szóló, hogy igazán közelebb kerüljünk hozzád. Kérünk a betegekért. Te gyógyíts meg őket, hozd vissza őket minél hamarabb, hogyha jónak látod. És te adj mindannyiunknak teljes testi, lelki gyógyulást és felépülést, ha ezt jónak látod. Kérünk, hogy te szüntesd meg a háborúkat, te vigasztald a gyászolókat, és te adj elegendő erőt minden napra, hogy megszentelt életet élhessünk. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.